A Gaspel Café Simpla vendége Kollenyó, szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, rádió nézőket, mindenkit. Hányan veszik át ezt a hány helyek? Rengetegen átveszik, reméljük az egész internet átveszi a műsort. Ha meghallják a te nevedet, akkor mindenképpen arra gondolnak, egy szó jut eszük be a nevedről, hogy Hajléktalan Opera. Miért? Hát lehet, hogy akik most itt vagyunk, nekünk igen. Nem tudom, hogy a többieknek, is nem kötözködöm. Kötözködj! Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy igen, tehát ez a név. Talán akik hallották ezt a nevet, és nem muzsikusok, mert ugye ez egy zenei utasítás, akkor azok talán kötik a Hajléktalan Operához. Igen, helyszínen fogalmaztam, tehát a mi köreinkben, nem a muzsikus köreben így van. Ja, de én is így értettem. Jó, oké, rendben. Hol tart ez a dolog, a Hajléktalan Opera dolga? Ugye 2015-ben volt egy előadás, sokak meglátása szerint sikeres előadás. Cél az volt, hogy érzékenyítsünk, hívjuk fel a hajléktalan művészek, hajléktalan emberek a figyelmet. Mondjuk azt, hogy ez olyas fajta volt, mint amikor bedobsz egy követ a vízbe, leesett, hullámok, tartottak egy darabig, aztán ennyi, és rágták a fülemet, hogy csináljunk még előadásokat. És akkor azt mondtam, hogy jó, gyerekek, csináljunk, hogyha hozzám hasonló őrülteket találok, akik társadalmi munkában ingyen ezekért az emberekért a szolidaritást, a figyelemfelhívás, stb. Okán ezt megcsinálják. És láss csodát, ez 2017 tavaszára gyakorlatilag összeállt a stáb, aztán gyakorlatilag kénytelen voltam a főpróbán, nem volt ez ennyire vicces, főpróbán lemondani a három előadást, mert nagyon nem állt össze, és akkor úgy döntöttünk, és többet magunk, hogy akkor újra szervezzük az egészet, úgyhogy most gyakorlatilag van egy ilyen 9 fős úgynevezett kis zenekari felállás, és nagyjából cserélődött az énekesi gárda is, de most azt gondolom, hogy mindenképpen augusztus 10-én a Csepel Színházon bemutatjuk ezt az operát. Tehát ez egyrészt azért ez különleges, mert kicsit kisebb lesz a szereposztás, tehát vagy a létrehozó közösség, illetve még miben lesz különleges? Gyakorlatilag a zenekar a harmadára csökken, de a színvonalában azt gondolom, hogy meg fogjuk közelíteni, és főt lehet, hogy jobb lesz, mint a premier, ami egyébként nagyon jó, sok Duna Szimfonikus zenekar játszott. Miben lesz különleges? Hát remélem, hogy most egy picit nagyobbat fog csobbanni ez a kő, ami alatt nem azt értem, hogy most akkor az én operámat bemutatják meg, hogy a zenemű, és akkor nem tudom, 600 év múlva is erről beszélnek. 2015-ben teljesen más volt az én célom, mint ma. Ezen valószínűleg a szociális szakemberek eddig is nevettek, most is nevetnek, meg ezután is fognak nevetni. Én ezt egyetlen egy eszközként tekintek erre az egyetlen Hajléktalan Operára, hogy ezzel a szójátékkal mibelődjek, hogy egy olyan fajta mozgalom, mozgás, cselekvés induljon be, hogy ezt a dolgot, amit hajléktalanságnak hívunk, ezt szüntessük meg pozitív értelemben. Én azt gondolom, hogy ma, csak ahogy szoktam, amennyit csak én értek, meg tudok, meg látok ebből, ma Magyarországon minden adott ehhez. Tehát adott a rendszer, adott az erőforrások, mindanyagi, mindegyéb. Az, hogy nem jól vannak csoportosítva, meg hogy nem jó a rendszer, nem jó van fölépítve, egy mondat, hogy nem vagyok szakember, tehát nyilván ugye ezt szokták mondani, hogy fel van találva a meleg víz, az Nyugat-Európában picit másképp működik, vannak országok, abszolút nem látunk hajléktalan embert az utcán, mert hogy jó érzéssel mennek be az utcán élő emberek a hajléktalan szállókra, nem azt jelenti, hogy abszolút nincs ott hajléktalanság, de vissza lehet ezt szűkíteni egy nagyon minimális szintre, ahogy szoktam mondani, hogy ha két ember van az utcán, akkor kettővel többen vannak, mint kellene, de nyilván itt Magyarországon ennyi 30-40 ezer emberről beszélünk, ami azért nem kevés. Szóval százszónak is egy a végén azt gondolom, hogy ez egy újabb tégla lesz, vagy egy újabb kavics, ami beesik a vízbe, és reméljük, hogy a sok-sok-sok apró szigetként, különálló szigetként úszó kezdeményezés mellett egy összefogást fog eredményezni hajléktalanság témában ezekért az emberekért. Azt lehet, hogy már elmondtam, vagy lehet, hogy már elfelejtettem egy bevételt is természetesen nekik adjuk. Tehát a stáb ugye ingyen dolgozik, és ami lesz egy bevétel, azt három szervezeten keresztül, három kalapból fogjuk kiosztani. Mondtad, hogy a szociális szakemberek megmosolyogják a te gondolataidat, de mégis mi az, amit üzennél nekik, hogy mi az, amit biztosan változtatni kell ahhoz, hogy megváltozzon ez az egész kérdés? Ez pont egy éve folyamatosan elszalom, hogy egy munkát elvégezni, teljesen mindegy, miről van szó, lehet jól is, meg nem jól is. És gyakorlatilag
mind az egészségügyi, mind a szociális vonalról, és most ezeket nem kitalálom, hát hallom minden onnan, amonnan, hogy most akkor a, nem tudom, a 90 éves bácsinak meg van igazítva, ha nem tudom micsodája, vagy nincs, tehát ugyanúgy ugye foglalkozni kell vele, csak ugye nyilván ezt lehet jól is, nem annyira jól is, tehát nagyon nagy közhelyek, de gyakorlatilag pont ezt hallom, van egy nagyon kedves barátom, nyilván nem fogom mondani a nevét, való főnővér lett, és mondta, hogy te nem hiszed el, hogy itt mi van. Mondom, mi van? Hát azért olyan szinten be vannak tojva a főnővértől, hogy egyszerűen nem, tehát semmi önálló gondolatuk nincs. Ő oda megy, megcsinálja és mondja, hogy te miért csinálsz ilyet. Szóval, hogy valahogy megint csak 100 mondatnak egy a vége, hogy azt gondolom az, hogy, tehát, hogy vegyük észre, hogy, hogy mi van a kezünkbe. Tehát ugye ők nyilván ezt tanulták, ez a szakmájuk. Most megint hozhatnánk azt, persze is mondhatják ők azt, és jó lenne most itt ülne valaki is vitatkozna velem, hogy persze, mert ahol Magyarországon 200 emberre jut egy szocmunkás, akkor miről beszélünk. Oké, akkor itt az üzenet a szociálpolitikusoknak, hogy azt a rendszert, amit még egyszer mondom, nem én találtam, hallom, meg tanulom a szakmabéliektől, hogy amelyek működnek, azokat használjuk ki is, és működtessük. A Gasper Café nem csak arra kíváncsi, hogy az emberek mit tesznek, hanem bennünket az is érdekel, hogy mi van az emberek szívében, téged mi hajt, mi az a gondolat, mi van a szíved mélyén, ami most téged mozgat. Figyelj, gyakorlatilag én, amióta az eszemet tudom, engem borzasztóan mindig zavart az, hogy én megyek nyaralni, ő nem megy nyaralni. Én azt hiszek ebédre, amit akarok, ő nem. Ja, és nem vagyok sem gazdag, sem szegény, tehát egy normál életet azt gondolom, hogy azt élek. És nyilván ez gyerekként az ember nem így fogalmazza meg, ez már, tehát nyilván, hogy szoktuk mondani, előrefele éljük az életet és visszafele éljük meg. És amikor úgymond ébredtem, hogy hát nekem is van valami a kezembe, állítólag a zenéhez van valami közöm, hát akkor csináljak egy operát, és akkor ezt állítsuk be a csatasóba. Tehát engem ez zavar, hogy az információ, technológia, amit nagyjából értem ezt a szót, ami nem tudom, hogy hol tart ma már, és akkor kimegyünk a körútra, és söpörni lehet a nyomort. Szóval mi ez a kizáró ellentét? Szóval nem, ezt én olvastam valahol, hogyha valaki valamit elfogad, akkor nem tudja megváltoztatni. Most én a hajléktalanságot nem fogadom el. Lehet, hogy nem is tudom megváltoztatni, de azt gondolom, hogy a magam eszközével, magam módszerével tudok érteteni, és azt javaslom akár a tévénézőknek, internetezőknek, akik ezt hallgatják, hogy a maga módján mindenki tud tenni. Legyen az egy elesett ember, legyen az egy hajléktalan ember, mert mindig kérdezik, hogy miért a hajléktalanság? Hát nem tudom. Nem tudom, miért rúgok jobban a labdába, jobban, mint nem tudom, más jobban vízilabdázik. Hát mindenki valamire megszületett, vagy nem tudom. Nem ez a jó és rossz értelmi keresztem, úgy tűnik. Meg szoktuk kérdezni, hogy mik a terveid, de én nem ezt fogom most megkérdezni, hogy mi az álmod. Pont ezt akartam megmondani. Nem, mi az álmod? Mi az álmom? Pont az, hogy itt ülünk egy kellemes helyen, és most még inkább nevetnek majd azok, akik nézik ezt az adást, nem baj, én vállalom ezt a bohóc szerepet, és akkor bejelentjük, hogy Magyarországon 2000 a hajléktalanság megszűnt.